A lesz Bialyacki bebörtözött fehér orosz aktivista, az emberi jogokat védő memoriál orosz szervezet és az ukrán polgári szabadságjogok központja kapja idén a béke Nobel-díjat. Jelentette be péntek délelőtt a kitüntetést odaítélő testület illetékese oszlóban. A Nobel -bizottság indoklása szerint a díjazottak a civil társadalmat képviselik hazájukban, és évek óta kiállnak azért, hogy az emberek szabadon bírálhassák a hatalomban lévőket, és érvényesülhessenek az állampolgárok alapjogai. Kiváló munkával dokumentáltak háborús bűnöket, az emberi jogok megsértését és a hatalommal való visszaélést. Együtt azt demonstrálják, milyen fontos a civil társadalom a béke és a demokrácia szempontjából, tudatta közleményében az oszlói testület. Ukrajna legfelsőbb tanácsa jóvá hagyta az államfő javaslatát, miszerint André Pisnét nevezzék ki az Ukrán Nemzeti Bank élére. A döntést 290 hónapja támogatta. André Pisné is részt vett a parlamenti tanácskozáson. Felszólalásában kifejtette, hogy az ország nemzetközi partnerei készek segítséget nyújtani a több mint 30 milliárd dolláros deficit feltöltésében. Ehhez azonban elengedhetetlen az IMF közreműködése. Pisné 2003-tól az Oszátbank elnök helyetteseként, 2014-től annak igazgató tanácsának elnökeként tevékenykedett. 2010-ben Arsenyi Jacenyuk pártjának stábtagja, 2013-tól a Bajkivsina elnök helyettese volt. Pisné Kirilló Sefcsenkót váltja fel, aki egészségügyi okokra hivatkozva adta be felmondását. A háború kitörése óta több mint 700 ezer hat kötelezett számára halasztották el a sorozást, jelentette be Júlia Sviridenko gazdasági miniszter. Azon dolgozunk, hogy a gazdaság működése szempontjából a kritikus fontosságú vállalkozások alkalmazottait felmentsük a katonai szolgálat alól, közölte a miniszter. A legfelső tanács ezen a héten szavaz arról a törvénytervezetről, amely előírja, hogy azon vállalkozásoknál, intézményekben és szervezetekben dolgozó hat kötelesek kaphatnak felmentést hadi állapot idején, amelyeknek működése kiemelten fontos a gazdaság fennmaradása és a mindennapi életfeltételek biztosítása szempontjából mondta Sviridenko. A Kárpátaljai megyei tanács határozata értelmében egyszeri, 100 ezer hrivnya összegű pénzügyi támogatást kapnak a háborúban elesett kárpátaljai katonák családjai. Az erre vonatkozó rendeletet jóváhagyta a megyei tanács egészségügyi, munkaügyi, foglalkoztatás és szociális védelemmel foglalkozó szakbizottsága. A pénzügyi támogatást 19 elhunyt honfétárs családja kapja meg. Számolt be Petro Dobromilszki, a Kárpátaljai megyei katonai adminisztráció helyettes vezetője. Szeptember 1-én Kárpátalján 1159 oktatási nevelői intézmény kezdte meg munkáját. Ezt megelőzően augusztus folyamán több mint 900 intézményben tartottak ellenőrzést az Állami Fogyasztóvédelmi Szolgálat munkatársai, melynek során 122 szabálysértést jegyzőkönyveztek. A vizsgáló bizottságok munkájában a Fogyasztóvédelmi Szolgálat munkatársai mellett a helyi oktatásügyi osztályok, önkormányzatok és az idén először a katasztrófa védelem munkatársai is részt vettek. Ahhoz, hogy az oktatási intézmény szeptembertől megkezdhesse a munkáját, a bizottság minden tagjának alá kellett írnia a záró jelentést. A vizsgálat során feltárt leggyakoribb szabálysértés az intézmény konyhai dolgozói egészségügyi kiskönyvének hiánya, az ivóvíz fogyasztásra való alkalmasságát igazoló laborvizsgálati jelentés hiánya. A konyhák felszereltségének hiányosságai, valamint a pára elszívó berendezés nem megfelelő működése volt. Az új tanévtől az oktatási intézményekben érvénybe léptek az étkeztetéssel kapcsolatos új előírások is. A legfőbb változások a gyakoribb zöldség-gyümölcs- és szárnyas fogyasztására vonatkoznak. Továbbá csökkentették a kenyér, a burgonya, a zsírok, a teja, a gyümölcslé és kakaó fogyasztását is. Ugyancsak kimarad az iskolai étlapokból a virsli, a kávé és a szénsavas üdítők is. Dotóper hogy egy az iskolákban betiltott élelmiszerek közé soroltuk a kávét, a kofein tartalmú italokat, a hal és húsipari készítményeket, a nyers tejet és az abból készült termékeket, minden házi jellegű készítményt, a transzsírokat tartalmazó élelmiszereket, nyers gyümölcsleveket, valamint számos szintetikus színezéket, tartósítószert, aromát és ízfokozókat tartalmazó élelmiszert is. Az italokat illetően több szénsavas üdítő és az energiaital is tiltva. Lett. Az új étrendet illetően számos kritika is elhangzott, viszont a fogyasztóvédelmi szolgálat szakértői szerint az megfelel az egészséges étkezés követelményeinek, és a gyermekek javát szolgálja. Sőt, azt javasolták, hogy a szülők otthon is tartsák be az iskolákban bevezetett új étrendet. Fontos, hogy a diákok és a szüleik is változtassanak. Nehéz folyamat volt, míg az étkeztetési feladatokat ellátó magánvállalatokkal elkészítettük az új étlapot. A szülők részéről is sokan panaszkodtak, hogy miért nem szerepel például a virsli és a péksütemény a kínálatban. Kérem a szülőket, hogy figyeljenek oda, hogy mit tesznek a gyermekek az oktatási intézményen kívül és otthon. Ne engedjék, hogy chipseket, rákcsákat, édes szénsavas üdítőket fogyasztanak, ugyanis az egészséges étkezés szokása a gyermekeknél óvodáskoruk óta formálódik. A chips és az egyéb rákcsálnivaló helyett kínálják inkább dióval és gyümölcsel a gyermekeiket.